Na, azt nem mondta, hogy most fókuszált át az arcomra. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó megint egy barangolás Európában rész lesz. Ami egyébként ezt majdnem nem csináltam meg, majdnem kimaradt, mert teljesen elfelejtettem, hogy az egyik könyv, amit most a hónap elején fejeztem be, az belefér a barangolás Európában. Ba. De nem is tudom miért, mert egyébként valószínűleg azért is zavarodtam meg, mert most volt 2 hete, 3, egy barangolás Európában részem, ami igaz, megint finn volt, és már 2 finn rész volt a csatornán, de most volt nemrég, konkrétan 2 hete, tényleg, és megint van, ami furcsa, mert általában nem 2 hét szokott 2 között lenni, hanem mondjuk 1/2 év, de minimum 3 és olyan 3 hónap, 4-5, úgyhogy meglepődtem, hogy eszébe futottam az agyamban, ráadásul most már ezzel a könyvvel meg is lett a saját majos kihívásom, amit ez a sorozathoz indítottam, videósorozathoz, mert azt is végig gondoltam, mondom, mintha olvastam volna már 5 könyvet, úgyhogy az is meg lett. Szóval ez a könyv, ez egy orosz könyv lesz, amit most mutatni fogok. Szigorúan véve valószínűleg Oroszországot nem mindenki tartja európai országnak, de én az alapján nézem, hogy az európai kontinensen milyen országok vannak. És hát ugye Oroszország nagyobbik része Ázsiában van, ettől függetlenül van európai része is, úgyhogy innentől kezdve én ezt már beleszámítom ebbe a sorozatba, és a kihívásomban is elfogadom az orosz szerzőket. Például a törököt is elfogadtam, aztán annak ennyi földterülete van Európában, de azt is elfogadtam, mert úgy nézem, hogy a Wikipédián, ami be van sorolva európai országnak, úgyhogy igen, az orosz is ide tartozik az én véleményem szerint, úgyhogy ezt most csinálok orosz könyvről. Ez pedig nem más lesz, mint, létszik, ne vegyetek rá, hogy kimondjam ezt a nevet, nem tanultam oroszt, és nem megy, Szergej Lukjanenko, nem tudom, szóval ez a kvázi. Itt letakarom itt a sármos úriembernek az arcát a borítón. Ezt is a Galaktika kiadótól kaptam, úgyhogy köszönöm szépen, mert így megint tudtam videót csinálni a barangolás Európábanhoz. Jó, na nézzük, ez igazából egy posztapokaliptikus könyv, viszont ami a csavart jelenti benne, hogy én eddig általában nem ilyen posztapokaliptikus volt, mit olvastam? Útvesztő, 5. hullám, éhezők viadala, de most nem is olyanokat mondok, szóval posztapokaliptikus zombis könyv, oké? Helyesbítek. Posztapokaliptikus zombis könyv. Ott volt az enemy felnőttek nélkül, vagy akár az elementestek. Ugye ez mind zombis könyv. Viszont ami ebben a csavart jelentette, hogy azokban a könyvekben általában vagy éppen bekövetkezik a katasztrófa, legalábbis egy ilyen zombis történetekkel találkoztam eddig még csak, hogy bekövetkezett a zombi apokalipszis éppen csak, és akkor menekülünk, vagy harcolunk a zombi apokalipszissel, mert már egy ideje tart, és valamelyik faj, vagy mind meghalunk, vagy mind élünk. Na, és akkor jött ez a könyv, ami 10 évvel játszódik a zombi apokalipszis után, és igazából úgy néz ki, hogy vannak az emberek, ugye, hogyha ők meghalnak, zombik lesznek, igen, ugye így működik általában egy zombis dolog, viszont, ami még ebbe plusz csavar, hogy ebbe vannak ezek az úgynevezett kvázik. Kvázi akkor lesz az ember, ha meghal, feltámad, és utána a következő fokozat az a kvázi. Amihez igazából itt van a hátulján, de nem fogom inkább elmondani, mert hogy lehetsz konkrétan kvázi, mert szerintem ez spoiler, és mivel rajta van a borító hátulján, én tudtam a legelején, viszont a könyv feléig így folyamat kérdezgették, hogy már hogyan is leszünk akkor kvázik, meg mi a nagy titok a pontos átalakulással kapcsolatban, és így mondom, hát de tudom, itt van, le van írva a hátuljára. Mindegy, orosz neveket nem tudok. Tehát előbb a... Szóval, mondanám, hogy mik a szereplők nevei, de alapból ennyi könyvet olvasva nehezen jegyzem már meg a neveket, és orosz nevet, külföldi nevet ugye végképp, ami nem ilyen angolszerű per magyar, magyarokat sem nagyon szoktam tudni megjegyezni. Na, az a lényeg, hogy ez 10 év...
eltértem a témától. 10 évvel játszódik a zombi apokalipszis után, egy olyan világban, ahol már megszokták ezt az új felállást, tehát, hogy vannak az emberek, a zombik, meg vannak a kvázik, és ők kidolgozták azt, hogy ők tudjanak együtt élni. Mármint a kvázik, meg az emberek, mert a kvázik azok ilyen az élő-halott állapot utáni értelmes lények lesznek. Ilyen enyhén szuperember, de igazából nem fejlődőképes, tehát megvannak a jó és a rossz oldalai, ez elég sokszor tárgyalódik a könyvben. És akkor ez egy új világrend, hogy vannak a kvázik, vannak az emberek, vannak az élőhalottak, azokat úgy elzárják, próbálják ellenőrizni, hogy ne egyenek meg senkit. És ami még érdekes, ugye általában az ilyen zombis dolgokban mindig az szokott lenni, hogy megharap zombi leszel, itt viszont az van, hogy csak akkor leszel zombi, ha meghalsz. És van elég darabka belőled meghagyva, hogy ember vagy, hogy föltámadhass. Szóval, hogyha megharap egy zombi, nem leszel automatikusan zombi. És igazából ez egy ilyen nyomozós könyv volt, tehát nem a posztapokaliptikus meneküljünk, öljünk zombikat része volt a lényeg, mert nem erről szólt nyilvánvalóan, hát már berendezkedtek az emberek egy új életformára lényegében, és egy rejtélyt próbál fölgöngyölíteni a főhősünk, aki egy ember, és mellé társítanak egy kvázi nyomozót, hogy ők együtt dolgozzanak, és együtt oldják meg a rejtélyt. És akkor ugye ezzel együtt szépen lassan felfedezzük ezt az újfajta világrendet Oroszországban, meg ugye ez ugye mindenhol uralkodik. Hát azért nem tökéletes ugye ez sem, mert a kvázik és az emberek között megvan az az ellentét, hogy most igazából jó ez a kvázi dolog, meg megvan a megvetés is egymással szemben természetesen. Külön van ez a két életforma, és igazából van külön elnöke mindkét fajnak, azt lehet fajnak nevezni, és hát próbálnak így egymástól külön élni, nagyjából, hát most ugye, hogyha meghal valaki, akkor viszik a zombi rezervátumba, körülbelül, vagy ha hamvasztást kér, akkor ugye nem támad föl. Azért kutatnak, mert meghal egy tudós, és annak a felesége megy ilyen... ezt angolul akartam mondani, ezt a kifejezést, és... hát így megy a szélnek, és csinálja a dolgokat, és nem... Szóval ő utána nyomoznak, és próbálják elkapni. Maradjunk ennyiben, most nem tudom hirtelen elmagyarázni. A gyilkossági nyomozás során indulnak el ezen az úton, hogy a Viktóriának a nevére emlékszem. Erre azt hiszem Viktória volt, igen, a nő, aki szintén egyébként kvázi. És akkor nagyon azon ment a húzavona, hogy igazából, hogy van-e a... ez most megint lett spoiler. Na mindegy, kiteszem a spoiler jelzetet, és akkor szabadon beszéltek. Szóval, hogy igazából benne van mindenkiben ez a konfliktus, hogy ki kéne-e írtani az összes kvázit, per ki kéne-e írtani az összes embert. Na most ugye kell az ember ahhoz, hogy legyen új kvázi, szóval a gyerekeket megtartanák természetesen, mindegy. És igazából azon megy ez, hogy elméletileg Viktóriának van egy vírusa, ami megölheti az embereket. Na most gyakorlatilag nem tudják, és ezért keresik minél gyorsabban. Viszont Viktória nem akarja, hogy egyik félnek is baja legyen. Ezért, mert hogy elméletileg az embereknek is van valamiük, vagy dolgoznak valamin, amikkel meg a kvázikat lehet kiirtani, szóval ugye ez ilyen tipikus hatalomharc. És hát azért nyomoznak utána, hogy ne legyen neki vírusa, de ő meg azért akarja, hogy legyen valami, amivel sokban tarthatja az embereket. Spoiler ki. És egyébként én teljes mértékben élveztem ezt a könyvet, meg jó volt, meg ilyen mentünk a kis krimi szálon, közben derültek ki ilyen múltbeli dolgok is a főhős szemszögéből, meg barátkozott a kis kvázitársával, mert hát ugye egyébként ő utálja a kvázikat, és általában minden alkalmat megragad, hogy a feltámadottból ne legyen kvázi, és megölje. És akkor ezért tettek egyébként eleve mellé egy kvázi társat, hogy felügyelje. Viszont ami egy problémám volt ezzel a könyvvel a végére, az az volt, hogy ugye végigment ez a mindenféle nézet bemutatása, hogy akkor ki mit gondol, hogy kéne, mint kéne, a nagyobb embereknek milyen tervei vannak, és ami nekem nem tetszett, hogy a végére nagyon belekavarodtam. Tehát, hogy a végére nem tudtam, hogy kinek mi a motiváció, meg kinek mi az indítéka, remélem nem a könyves polcon van a fókusz, mert akkor
kiakadok. És tényleg ott a legvégén a könyvnek, már nem tudtam, hogy a Victoria mit akar, már nem tudtam, hogy a főhősnek a társa mit akar, már nem tudtam, ki mit akar, már nem tudtam, hogy ki mit, miért csinál, meg... Na teljesen, teljesen totálisan belekavarodtam az egészbe, és nem tudtam már eldönteni, hogy mi történik. Tényleg, hogy mi van. Úgyhogy azt hiszem, hogy 4 csillag lett, de 4 csillag lett, vagy 3? Nem tudom. Szóval eleve azért vontam le belőle 1 csillagot, mert mondom, teljesen elvesztem a végére. Mert már mindent mondtak a könyv során, tényleg mindent, és nem értettem a végén, hogy akkor most mi történt, meg miért, meg ilyenek. Ez az egy fenntartásom volt vele, mert egyébként meg végig élveztem, meg úgy jó volt, meg el voltam ezzel az újfajta nézettel, mert hát ilyet nem sokat olvastam, hogy itt tényleg ez az együttélési forma kialakul. Jó, hát persze azért, mert van ez a kvázi dolog, hogyha nem lenne a kvázi dolog, akkor ott lenne egy csomó zombi, akik csak enni akarják az embereket, és... De a kvázik meg tudják kontrollálni a zombikákat. Feltámadottakat. Valamennyire, és akkor így az emberek meg a kvázik így kialakították maguk között ezt a rendszert. Szóval ebből a szempontból viszont tökre érdekes volt. És ugye, meg azért is, mert ez az egész új fajta felállás, új világrendet teremtett, meg újfajta konfliktusokat is. Ugye a zombi, nem a zombik, az emberek meg a kvázik között. Úgyhogy most már orosz könyv is volt a Baragulás Európában, kis sorozatomban. Úgyhogy tiszta jó. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!